Köszönöm szépen. Ugye egy picit, ha már a BL szóba került, ugye hadd büszkélkedjek azzal, hogy csak Magyarországnak van két csapat a BL negyed döntőben, hogy a Veszprém az a Paris Saint-Germain-nel került össze, a szegediek pedig a Kiel-lel játszanak majd BL negyed döntőt. A Kiel-ről csak annyit, hogy tavaly döntőztek, és egyébként háromszoros bajnokok ligája győztes csapatról van szó. Viszont a Szeged a nyolcad döntőben a szintén német Löwent verte meg, ugye a német bajnokság második helyezettjéről beszélünk, úgyhogy talán ez nekik egy jó előjel lehet. A Final Four pedig majd május 30-a és 31-e lesz Kölnben, tehát Németországban. Milyen csodálatos dolog lenne, hogyha két magyar csapat is el tudná magát odáig verekedni. Ez borzasztó nagy dolog lenne, és nagyon-nagyon nehéz, tudom, de az ember a vágyait azért talán elmondhatja. No, és akkor, hát ha már a vágyak, akkor jöjjön a második félidő, amelyik remélhetőleg egy picit jobb lesz, mint az első. Elsősorban ez persze a Tatabányán múlhat, hogyha ők jobban össze tudják magukat szedni, akkor szorosabbá tudják tenni a találkozót, és az nekünk semleges nézőknek mindenféleképpen jó lehet. Szállingóznak még csak vissza a nézők a szünetről, aztán szép lassan úgyis mindenki elfoglalja majd a helyét. Boskovics mutatta Pásztornak, hogy jöjjön föl a szélről. Boskovics megint a labdával, elindulnak a keresztmozgások. Kiteszi Bodó oldalra a labdát, szép! Na ez most jó volt, jól megmozgatták a falat, és sikerült is rajta rést találni a Juhász Ádámnak. Tatabányai góllal indul tehát a második félidő. Vadkerti, Ijés, Bombács, Ancsin most bent. Zubai a falban, ő a beálló. Éppen nála a labda, Vadkerti mozog keresztbe, Ancsin, tovább, Ijés. Nagyon szépen megnyitották előtte a területet. Ezek azok a jól láthatóan begyakorolt kabinetfigurák, amelyek gólt hoznak a Szegednek. Ez is egy szép bejátszás. Martin Mazák. Közben Bombács indul, még mielőtt visszazárkózhatna a Tatabánya, gyorsan kaptak egy gólt. Mielőtt még annak örültek volna, hogy milyen szép találatuk volt, Bombács már is belőtte. Juhász, Boskovics. Mazák. Juhász megint a labdával. Boskovics talpról ellövi. Sierra azonban résen volt. Sierra hozza a kötelező jót. Megbízható a szegedi kapuban Harsányi. Megfogják a kezét, de közben a játékvezető visszasípolja, valami szabálytalanságot látott, pedig a tatabányaiak már indultak volna. Juan Carlos Pastor pedig kihívta magához Ancsint egy gyors eligazítása, most jön vissza Ancsin, imént kapta a labdát. Bombács, milyen flagmán, egy dobócselt, egy passzacselt csinált csupán. Elveszik a labdát tőlük. Harsányi. Juhász megpróbál begyorsítani. Sierra véd egy hatalmasat. Juhász akkor átlöktek, hogy csak na. A kipattanóból viszont Dénes János szerez gólt. 19-12. Zubai pedig ezért a mozdulatért, amit most itt lassításban meg tudtunk önöknek mutatni, kap egy kétperces kiállítást. Gyakorlatilag két kézzel taszította odébb a levegőben a tatabányai játékost, Juhászt. Vranyes. Bombács. Ijés. Jönnek egyre közelebb a falhoz a szegediek, Ancsin, Tétován megállt, aztán inkább kifelé passzol, Vadkerti, Ijés,
statikus most a játék, Bombács azonban megoldja, ha statikus, ha nem, megvillan a keze, és védhetetlen a lövés. És ez azt jelenti, hogy ember hátrányból tudott gólt dobni a szegedi gárda. Nem jó a passz a szélre, pedig Pásztor nagyon várta volna, de Boskovics nem jól adta tovább. Szeged nem rohan, hiszen ők vannak ember hátrányban. Ancsin. Ilyés. Bombács mutatja, hogy mit kéne majd játszani. Vadkerti vissza. Brányes elfut keresztbe, Bombács. Ilyés. Lépés. Jöhet a tatabánya, és még 20 másodpercig vannak ember előnyben. Pásztor kiejti a kezéből a labdát. De szép gól volt, Juhász. Juhász Ádámot egyértelműen dicsérni lehet a tatabányában. Van benne harcosság, van benne agresszivitás, és van benne tűz. Messziről a kapufát találja el, Vadkerti a lecsorgó labda. Bombács. Ancsin a szaggatottról. Ödületesen napolt ő. Most már jönnek az átlövés gólok is. És lassan 10 gól lesz a két csapat között a különbség, ha így folytatódik a játék. Sierra védett egyet, hova pattanna a labda, hogyha nem kékmezes, ez természetesen Prodanović. Szabad dobás. Nem sikerült a gyors indítás. Bombács. Zubai most a beálló. Megfogják a kezét Zubainak, szabad dobást kap. Ancsin. Vadkerti mozog keresztbe. Ancsin, Ilyés, Bombács. Prodanović kicsúszik a kezéből a labda. Nem lett volna rossz elképzelés egyébként. Boskovics. Ez szép bejátszás. Dénes János a gólszerző. 21-14. Ezek a könnyen lőtt gólok mutatják azért, hogy 100%-osan nincs itt a Szeged sem fejben talán ezen a találkozón. Ez a kötelező, amit hozni kell, bőven megvan az előny. A Veszprémben lehet már nem férnek majd bele. Ancsin közben egy újabb átlövés gólt szerez. Kezdi megérezni a kaput Ancsin. Boskovics eladja a labdát, üres a kapu, és visszavetődött gyakorlatilag Boros Tamás a pályára. Remek helyzetfelismerés volt, hogyha ez bement volna. De Boros is érezte, hogy rohannia kell vissza a pályára. Szabad. Juhász Ádám, itt pedig Ilyés. Ilyés, aki ugye közel 200-szoros válogatott, 200-szoros magyar bajnok, keggyőztes, EHF kupa győztes, és hát a válogatottal már sok-sok nagy csatát megélt. EB-n, VB-n, olimpián. Szép gól!
Tancsin. Mondom én, hogy kezdi megérezni a kapu Tancsin. Kilenc gól az előny. Időt kér a Tatabánya. Vladan Matic tehát megpróbálja rendezni a sorokat a kiállítás után. Na, hallgassuk, hogy mit mond. Figyeljetek! Ancsin Gabi, nem mondtam, kettes jön, hármos megy be után, másik hármos kijön. Sok ellenünk Ancsin Gabi lő gól, senki ellen más. Kettes megy végig, hármos megy a beálló után. Marker, akkor ez öt egy. Közepen. Semmi húzás, húzás, irányító megy a hátsó kereszt. Jössz, akkor bal átlő fele lesz a emberfogás, forgás plusz jön. Oké, gyerekek, jobban kicsit koncentráljunk. Akkor Ancsin Gabi jön, kettes megy, hármas megy be, után másik hármas kijön. Hájma, gyere! Hát azért az barokkos túlzás, hogy Ancsin Gábor másnak nem lő gólt, csak nekünk. Az igaz, hogy négy meccsen azért nem volt annyira elemében Ancsin. 9 gólt szerzett a középszakaszban, itt a felsőházi rájátszásban eddig Ancsin, és ehhez most akkor írhatunk még 3-at. De az való igaz, hogy volt ő ennél már sokkal, de sokkal jobb formában élet során. Úgy látszik, Vladan Maticnak ez most rosszul esik, hogy Ancsin ellenük találja meg a fonalat. Bele a blokkba. Nagy Szabolcs próbálkozott, simán le tudták blokkolni a lövését. Juhász tovább, Boskovics. Juhász nem tud mit kezdeni, passzív lesz lassan, fönt van a játékvezető keze a magasban. Szabad dobás. Ennyit sikerült kiharcolni, nem többet. És még egy 10 ember hátrányban a Tatabánya. Csúnyán fölé ment. Esélye nem volt a gólszerzésre most a vendégeknek. Gyere mindenki! Réden Szegedi! Hangosan! Rodanovics vissza, Ancsin. Majd megnézzük ezt a kettest meg a hármast, hogy hogyan fogják Ancsint levédekezni, ha tudják. Bombács. Vadkerti. Ijés. Hát a másik oldalra Rodanovics vissza, Ancsin. Vadkerti. És szépen védett Boros megint. Egyértelmű, hogy Juhász mellett Boros lehet dicsérni. A Tatabányából a cserekapus szépeket véd. Juhász, Boskovics, Mazák. Próbál közelebb menni Nagy Szabolcs a kapuhoz, egy szabad dobást tud ki csikarni tulajdonképpen. Juhász megint, megpróbált bekígyózni az emberek között. Ez itt Blazsevics volt a közeli képen. Sierra véd, és nincsen szabálytalanság. Ijés, nézzük, kit lehetne indítani egyelőre, vezeti a labdát, Ijés le a sarokba, Prodanovic gól. Könnyedén szerez újabb volt a Szeged. És ezzel megvan a 10 pontos különbség. A közönség pedig számol is 10-ig ennek örömére. Soha nem volt még a két csapat között 10 gól a különbség. Most ezt is megértük. Mazák. Boskovics. Próbálja magát helyzetbe hozni.
Nagyon-nagyon izzadságszagú most a támadása a Tatabányának. Próbálnak egyéni játékkal ott valamiféle részt megkeresni a falon, vajmi kevés sikerrel. Ancsin. Ijés. Fölé dobta most Ancsin. Szemrehányóan a bíróra néz, hogy megtámasztották a könyökét. És közben egy sérülés. Mazák kér elnézést. Ha jól látom, Zubai maradt lent a földön, ő kapott az arcába egy ütést. Na nézzük, csak itt van Ancsin lövése. Nem Vranyes volt, aki kapott, ott lehetett látni a háttérben. Nagy tapsot kap Vranyes. Harsányi. Bodó és Harsányi most a két fönti ember. Ez szép bejátszás volt. Gyönyörű gól. Mazák. 24-15. Ezt már nem volt nehéz befejezni Mazáknak. Ancsin. Robledo. Robledo megtartja még a labdát, így és mellé durrant. 8 góra faraghatja a hátrányát a Tatabánya. De egyelőre nem faragja, sőt, ott van megint csak Prodanović a gyors indítása, a gól. Prodanović is tarthatatlan. Nagyon-nagyon az elemében van ezeknél a gyors indításoknál. Szegény Boros pedig csak mormog a bajsza alatt. Hálátlan feladat ilyenkor a kapusé. Majd nem is tesz jót a lelki világuknak, amikor így sokszor rájuk indítanak. Harsányi. Juhász. Harsányi. Nem nagyon találják a rést a falon, és nagyon szépen kísérte tovább az embert. Na most megvan a rés. Megálltak egyébként a szegediek. Ezt magyarázza Juan Carlos Pastor is most nekik. Három ember szinte varázsütésre megállt. Eddig jó volt a védekezés. Itt azt hitték, hogy valami faltot fog befújni a bíró, de nem. Itt van Pastor, vissza is hozza a bombácsot gyorsan. Ancsin Prodanovićtól kapta vissza a labdát. Bombács, Vranyes most a beálló. Ijés csak ijesztget. Ancsin, most jobban kilépnek rá, mint eddig. Ezt kérte Vladan Matic a tatabányai védőktől. Nincs is meg az a könnyed lehetőség Ancsinnak, hogy átdobja a labdát a fejük fölött. Ancsin, megint megtámasztják a levegőben, ezúttal Dénes volt az. Bombács, oly micsoda labda volt! 7 méteres belülvédekezésért. Vranyest rántották le, de megint csak az akció az innen indult, ahogy Bombács fantasztikusan passzolta háta mögé a labdát. És jön Rajko Prodanović. Még ez is belefér a szerb jobb szélsőtől. Hogy kihagyjon egy 7 méterest, és ismét csak Boros lehet dicsérni. Robledo. Ancsin a sarokba, Prodanović ejt, ez gól. Hát ha az előbb nem ment 7 méteresből, akkor most akció volt. Gólt szerez Prodanović.
Nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Bodó. Harsányi kiejti a labdát. Ijés. És itt az újabb lerohanás, és itt az újabb gól. Hegedűs Márka szerzője. És nagyon önzetlen volt. Odaadta nála jobb helyzetben lévő csapattársnak. Megdobatta a fiatallal a gólt, ahogy mondani szokás. Juhász. Harsányi érkezik. Bodó. Csak ijesztget. Harsányi majdnem eladta a labdát, nagy nehezen sikerült csak megszerezni, vagy megtartani egészen pontosan. Nagyon nagy előkészület, nagyon nagy lendület, nagyon nagy lövés, és hát Sierra megvéd. Simán ki tudta számítani, hogy merre megy majd a labda. Robledo, és jó 10 méterről úgy, hogy Boros a kezét nem tudja rá fölemelni, és ezzel 12 gól a különbség. És ez azt jelenti, hogy Vladan Matic megint időt kér. Nem sok minden változott az első fél időhöz képest, azt kell, hogy mondjam. Technikai hiba, egy eladott labda, két eladott labda, két könnyű gól. Figyeltek! Ali, Bell! Most, középkezdés! Középkezdés! Mindig mész ide egy-kettő között, kettes! Miért? Jön a védőjátékos, itt van a csere! Kettes magasság! Jön a Blazsevic! Bell mindig ott! Picit, egy pász itt! És visszakúzás! Ott lesz a terület! Neked mindig feladod a gyors, középkezdés, mész ide, jó? Mert csere van! Oké, okay. És akkor indulunk visszafele úr. Ricsi, mikor tudsz jönni, védekes csere, akkor megy a Marci, jó? Mikor tudsz jönni, jó? Hajma, gyere tovább! Gyere tovább! Próbálja még tűzben tartani a játékosait, Vladan Matic. Néhány szép gól közben. Ez pedig a hegedű zicser. 28-16-tól folytatódik tehát a mérkőzés. És túl vagyunk most már a második félidő felén. Juhász, Harsányi, megpróbál nagy lendülettel bemozogni. 7 méteres. Hegedűs védekezett belül. És érkezik majd Pásztor Ákos. A Szeged kapujába pedig Pásztor Imre. És Pásztor Imre nyeri a pásztorok csatáját. Úgyhogy nem tudott a Tatabánya 7 méteresből gólt szerezni. Így aztán bent is ragad a kapuban Pásztor Imre. Harsányi. Dénes mozog keresztbe, Harsányi, indul a figura. Juhász le a sarokba, ez eddig nagyon szép játék. És még egy hatalmas végét Pásztor Imrétől. És egyelőre nem is jön vissza Manuel Sierra, könnyen lehet, hogy véglegesen nem jön már vissza. Harsányi. Ez már bent van. A harmadik bravúr zsinórban nem tudta Pásztor Imre megmutatni. Ezzel együtt most már könnyen lehet, hogy végig ő fog védeni. Kispadról persze bíztatják a többiek, és mondja, hogy majdnem megvolt ez is. Ijés. Robledo. Itt meg Boros védett egy nagyot. Most nem megy úgy Ancsinnak, mint eddig. Harsányi.
lemegy Gábor Marcell, és jön a helyére Bodó támadásba. Őt kell megvárni. Most nézett hátra Harsány, itt jön Bodó. Nem lett volna rossz elképzelés. Szerintem senki nem számított rá, hogy láb alatt megy a passz. És megfogja Boros, és aztán a kipattanót pedig Radanović duplázza be. Hiába a nagy bravúr Ijés lövésénél. Megint csak Radanović a gólszerző. Pásztortól kapja vissza Harsányi a labdát, Juhász irányít most. Bodó, ez szép, Harsánynak próbálták a kínai figurát, Robledo, ő pedig addig vezeti a labdát, amíg visszaér Pásztor. Maradhat a Tatabányánál a labda. Újabb szabálytalanság és 2 perces kiállítás. Vranyes emberelőnybe kerül a Tatabánya. A lehetőség, hogy valamennyit faragjon a hátrányából a vendégcsapat. Esetleg, hogy bekerüljön 10 alá. Ez 2 gólt kéne szerezni, úgyhogy közben egyet sem kapnak. Harsányi tisztára játsza magát. Harsányi még védett ugyan Pásztor Imre, de szabálytalanság történt. Pásztor pedig hergeli magát jó kapushoz illően, ahogy azt kell. Juhász. Ez szép. És aztán fölé dobja Bodó, a nehezét megcsinálta, és aztán az ígyszer pedig nem tudja értékesíteni. Matic nyugtatja Bodót, aki ott ül mellette most már a padon. Mondja neki Vladan Matic a magáét, közben Vatkerti itt a képben. A PIK Szegednél Stojanov is nem sokára a pályára lépő, még nem játszott egy pillanatot sem. Hegedűs, szépen forgott emberrel együtt. Hát nem fog 10 gól alá kerülni a Tatabánya, most már 13 a különbség. Bodó. Megtámasztják már 10 méterre a kaputól, ő pedig tovább teszi ott a gól, Musavi. És akkor bent a pályán most már Fekete Bálint is a szegedieknél. És most épp először pályára a mai mérkőzésen. És Hegedűs fut föl. Robledo. És Hegedűs kap egy szabad dobást. És lemegy, és Vranyes jön vissza a helyére. Mancsi. Elég flegma volt a bejátszás.
nem is volt jó. Juhász. Mint ahogy ez sem jó, megpróbálta betolni oda Muszavinak a labdát, aki várta. Tízesen van a Tészeget csapatában, Szpélov Nikola. Hegedűs. Újabbulja. Most mutatják a figurát. Szép a passz, és nagyon szép a pásztor védés. Muszavi lövését fogta lábbal. És extázisban vért Pásztor Imre, ugye bejött a hetesnél, azt megfogta, utána egy viccert fogott, és most ezt is. Közben jön a pályára Nikola Stojanov. A szegedieknél. Ebbe is beleér Pásztor, Boskovics lövését tolta a kapufára. És aztán diadalittasan mutat ki a kispadra. Szép bejátszó, Hegedűs. Hegedűs már is. Jól játszik a mai találkozón, ez a harmadik gólja. 32-18. Az eddigi legnagyobb különbség. Boskovics, Juhász, Bodó, kicsit bátortalan, aztán lő egy kapufát. Na gyerünk mindannyian! Itt is egy hatalmas, csattanós kapufa a másik oldalon, Robledo. Úgy látszik, most a kapufák perceit éljük. Juhász, Boskovics. Juhász csak dobócselt csinál, egy passzcselt. Még talán, mintha bele is blokkoltak volna ebbe a Gábor Marcell féle lövésbe. Minden esetre maradhat a Tatabányánál a labda. Közben mi megnézhetjük még egyszer lassítva az iménti próbálkozást. Boskovics. Azért az gyönyörű volt. Megfagyott egy pillanatra a levegő itt a sportcsarnokban. Nem hittek a nézők sem a szemüknek, hogy az oda befért. Villámgyors mozdulattal lőtte el Boskovics. Juan Carlos Pásztor pedig mutatja közben Pásztor Imrének, hogy nyugalom, semmi baj, ez bement, majd a legközelebb itt megfogod. Ancsin eladja a labdát, megpróbálta játékba hozni lent a szélen Feketét. Lassú volt a labda, Harsányi. Le a szélre, ez jó, de lépés volt közben. Belül az utolsó 3 percen. Ancsin. Fekete. Megtámasztják a levegőben, szabad dobást kap. Próbáltak elvinni előle az embereket. Muszavi volt szabálytalan egyébként. Ez jó lehet. Hegedűs, ott az újabb gól.
megküzdött ezért a gólért, a negyedik góljáért Hegedűs, szószoros értelmében lerázta magáról Muszavit, ami nem egy egyszerű feladat, hiszen ő is üti a mázsát. Matic közben. Boskovic. Juhász. Megcsinálja a lövőcselt. Elég messze vannak még a kaputól a fehérmezesek. Boskovic. Ez lassan passzív lesz. Fönt van a játékvezető keze. Szabad dobás. Ez viszont mellé megy, hiába emelkedett nagyon magasra Gábor Marcell. Ezúttal Pásztornak nem kellett közbeavatkozni. A másfél perc van hátra a mérkőzésből. A Tatabánya ugye azért hajta, hogy elmondták, hogy harmadikok legyenek, és majd a bronzért játszhassanak. A Pik Szeged pedig készül a szombati Veszprém elleni rangadóra, amit egyébként szintén élőben közvetítünk, és ugye a Bajnokok Ligája negyed döntőre a Kiel ellen. Közben egy 7 méteres még a hazaiaknál. Fekete dobhatja. És Boros kivédi. A cserekapusokat feltétel nélkül lehet dicsérni mind a két oldalon. Elsősorban persze Borost, aki többet játszott. Meg is kapja Maticstól a dicséretet. Azonnal azért volt mind a két oldalon egy-két szép teljesítmény. Boskovic. Gábor lábához kapta a labdát, nagyon pontatlan volt a passz. Juhász, Gábor Marcell megint, Boskovic. Juhász. Újabb szabad dobás. Jön közben Muszavi vissza a pályára, megy beállóba. Ott nála volt a labda, ő végezte el a szabad dobást. Gábor. Megint lekísérték ezt a lövést, fönt a blokkban. És ebben a pillanatban véget is ér a találkozó. 33-19 tehát a végeredmény, nagyon könnyed. Pik Szeged győzelem, nagyjából ezt is vártuk egyébként, és a szurkolók pedig hálásak az újabb siker miatt. De még egyszer mondom, az igazi fokmérő majd az MKB-MVM Veszprém elleni mérkőzés lehet majd a Magyar Bajnokságban és ugye a Bajnokok Ligájában. Egyelőre a játékosok pacsiznak, és mi pedig interjú alanyokat várunk majd Tóth Bálint kollégámhoz. Remélhetőleg előbb-utóbb meg is fognak majd érkezni. Könnyed volt tehát a mérkőzés, magam is kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak majd az edzők, hogy hogyan értékelnek. Matic arcán sem látom, hogy nagyon mérges lenne az, miért kikaptak. Ezzel igazából sok minden nem változott. Ugye a Tatabánya valószínűleg marad a harmadik helyen, és a Szeged pedig szintén marad 100%-os eddig minden mérkőzésüket. Megnyerték, és Tóth Bálintnál már is ott van Harsányi Gergely. Így van, az edzők helyett most, meghallgatjuk a főszereplőket, Harsányi Gergőt. Hát amikor Vladan Matic a meccs előtt azt mondta nekünk, hogy ez a meccs tulajdonképpen a harmadik helyért folytatott versenyben nem fontos annyira nektek, akkor már tudtuk, hogy nagyjából nem ittatok vért a meccs előtt, de miről szólt ez a mai találkozó? Így van, szerettünk volna minél szorosabb mérkőzést játszani azzal a Szegeddel, aki ugye nagyon szépen menetel mind a hazai, mind a nemzetközi bajnokságban. Nekünk is eddig nagyon jól sikerült a szezon, úgyhogy egy kicsit szorosabb mérkőzésre számítottunk. Sajnálom, hogy ilyen nagy lett a különbség. Otthon jobban meg tudtuk szorítani a Szegedet, de ma is nagyon jól játszott. Igen, a bajnokságban viszont számotokra, a tatabányaiok számára jön egy nagyobb szünet a Csurgó elleni meccs előtt. Arra ez jó felkészülés volt, mondhatjuk? Ugye április 11-én lesz a következő meccsünk, addig azért sok idő van. Pár nappal ezelőtt játszottunk a Balatonfüreddel egy kemény meccset, nyilván ez közel volt hozzá, de hát a Szeged sem volt sokkal frissebb, mint mi. Megpróbálunk minél jobban felkészülni a Csurgó ellen, az nekünk nyilván sokkal fontosabb mérkőzés lesz, és igyekszünk ott nyerni.
Érzel elég erőt most a Tatabányában ahhoz, hogy ez a rájátszás harmadik helyez valóban meglegyen, amit Matics mester is mondott? Az eddigi eredményeink azt mutatják, hogy igen, azt gondolom, hogy idén egy elég stabil játékot tudtunk bemutatni. Évelején döcögött egy kicsit a támadójáték, most is vannak még üres járatok, de egyre jobban belerendül a csapat, és azt gondolom, hogy ha ugyanúgy összeállunk, mint ahogy tudtunk nyerni Csurgón idegenbe, és itt van a Balatonfüred ellen, akkor minden esélyünk megvan rá. Gergő, köszönöm szépen az értékelést, sok sikert a folytatásban. És kedves nézőink, szerkesztőségünk nevében tolmácsolnék egy boldog születésnapot mondatot Zubai Szabolcsnak. Szabolcs, 31-én 31 éves vagy, csapatod erre a 31-es számra most még kettőt rátett. Kettővel nagyobb is lesz most az ünneplés este? Hát nincsen ünneplése idő, mert ugye szombaton mérkőzésünk van megint csak, úgyhogy ez nekem ez soha nem volt ünneplés, mert igazából ez mindig a szezon közben van, tehát ilyenkor nem nagyon van rá idő, persze most az öltözőben egy srácokat egy-egy sörre megiszunk velük, beszélgetünk egy kicsit, aztán esetleg egy vacsora, és mindenki megy haza dolgára pihenni. Picit azért beszéljünk a mai meccsről is, mert volt itt egy, amit nagyon-nagyon simán nyertetek meg. Mi az, amit ezen a mérkőzésen gyakoroltatok, mert azért változott a felállás tegnap óta is a csapaton belül. Kellett mit gyakorolni? Hát sajnos igen, történt a Jonas Kálmannal egy olyan dolog, amire ugye nem lehet felkészül az ember, megműtötték magbélgyulladásra. Erre nehéz mit mondani, ez jön, ezt meg kell csinálni, ezt nem lehet halogatni ezt a dolgot. Van mit gyakorolnunk, ugye egy nagyon jó csapatra fogunk játszani, ráadásul idegenbe fogunk játszani. Készül folyamatosan, van még azért hátra mit gyakorolnunk, megpróbálunk mindent. És itt a háttérben, nem tudom, hogy kedves nézőnk, hallották-e, zengett a neved. Szombaton fog ez zengeni Veszprémben, ugye a szezon egyik, hanem a legnagyobb rangadója jön. Hogy készültek arra a meccsre? Nem hiszem, hogy ott az én nevem fog zengeni, de nem is ez a lényeg. Hát készülünk, ugye nincsenek hetek, hónapok készülni egy mérkőzésre. Igazából mi is folyamatosan heti két mérkőzést játszunk, amennyi időnk marad, annyit készülünk. Most persze múlt héten azért már dolgoztunk rájuk egy kicsit, most a héten maradt még 3-4 napunk, bele kell tenni, ami belefér. A taktikai variációkat ugye megnehezíti a Kálmán sérülés, amit már mondtam. Van még időnk, és megpróbálunk mindent begyakorolni, ahogy kell. Szabi, köszönöm szépen, Isten éltessen még egyszer. Köszönöm szépen. Kedves nézőinknek pedig innen a helyszínről köszönjük szépen a figyelmet, a Szó most a stúdióért.